Az időjárás fogságában a mezőgazdaság a tavaly őszi belvíz miatt a szántó területek a vetés óriási károkat szenvedett. Ez megmutatkozott a terméshozamban és a minőségben is. Országosan a megszokott 1,1 millió hektár helyett 900 ezer hektáron vetettek búzát tavaly ősszel a gazdák. Nem önszántukból, hanem az ár és belvizek akadályozták a munkát. A károkat felmérték megyénkben is, így 10 ezer hektárnyi termés pusztult el a 30 ezer hektáros vetés területből. Összesség minőségében 3,2 milliárd forintos kár keletkezett. A búza minőségében is megsínylette az időjárási nehézségeket, a költségesebb kalászost sok helyen más növénnyel váltották ki, a napraforgó és a kukorica javára. Az is valamilyen módon pótolni kell még, hogyha ez jelentős költségeibe kerül is a gazdának. Nyilván ezeket a területeket beszántották, értelmetlen lett volna meghagyni. Helyette rövid tenyészidői kukoricával próbálják pótolni, illetve ahol korábban rá lehetett már menni a talajra, ott még a napraforgó vetéssel lehetett pótolni. Tehát ez a két növény az, ami gyakorlatilag tudja ezt a kiesést némiképpen kompenzálni. A világpiacon így magasabbról indulhat a búza felvásárlási ára idén. A szakember szerint a jelenlegi 3800 és 4500 forintos mázsánkénti ár magasnak nevezhető, nem beszélve a kukorica 7000 forintos mázsánkénti áráról, amit már az állattartók nem fognak tudni megfizetni. Mivel most már jóval kisebb gondot okoz a belvíz, a tavaszi mezőgazdasági munkákhoz is hozzákezdtek. 185 ezer hektár körül lett volna a szántó területünknek a talaj előkészítése, de itt még körülbelül 40 os az előkészítettségi állapot. Tehát a magánynak körülbelül 40 a áll készen az egyéb vetésekre. Gyakorlatilag, ha megnézzük a tavaszi vetésűekből, azért az zömét sikerült elvetni, egyedül a kukorica az, ami csak 30%-on áll. Az lenne az ideális, ha minél kevesebb terület maradna ki a vetésből, hiszen a termésmennyiség függvényében lehet nyereséggel számolni. Mint megtudtuk, az őszi károk miatt 3500 termelő szeretne Viszmajor hitelhez jutni, az MFB, ha megnyitja a 6%-os kamatú hitelkifizetéseket, mi hamarabb pénzhez is juthatnak a gazdák.